A válogatott Európa-bajnoki pótselejtezője miatt az elmúlt hétvégén nem rendeztek fordulót az NB2-ben, így a csapatoknak két hetük volt arra, hogy rákészüljenek az utolsó két őszi fordulóra. A Kisvárda Masztergud 19 ponttal a hatodik helyen várja a folytatást, 4 pont hátrányban a dobogón lévő Zalaegerszegtől és 5 pont előnnyel a már kieső helyen álló Ajka előtt. Sós Imre vezetőedző elmondta, hogy mire használták fel a bajnoki szünetet. Arra mindenképpen, hogy rendezzük valamilyen szinten a sorokat, hiszen a csapattal szemben nekünk a szakmai oldalról egy kicsit nagyobb az elvárásunk, mint ahogy jelen pillanatban állunk. Én úgy gondolom, hogy sikerült is egy kicsit hangulatot is olyat teremteni, amivel le tudjuk venni azt a feszültséget a játékosokról, ami kell ahhoz, hogy a hátralévő két fordulót sikeresen vívjuk meg. A Sopron szerdán hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Nyíregyháza Spartakusszal, így elbúcsúzott a Magyar Kupától. Subka Attila együttese vereségekkel kezdte a bajnokságot, de az utóbbi 5 fordulóban 4 győzelmet aratott, így 16 pontjával a 11. helyen áll a tabellán. Most már ugye kielemeztük a Sopronnak a játékát. Fiatal, alacsony súlypontú játékosaik vannak, akik a Szombathelyi Illés Akadémián nevelkedtek, tehát a futball alapjaival úgy gondolom, hogy megfelelően rendelkeznek. Nem lesz könnyű mérkőzés, ráadásul ők is egy győzelmi szériában vannak, de én bízom abban, hogy hazai pályán azért a rutinosabb játékosokkal ezt a mérkőzést nekünk meg kell nyerni. A forduló további párosítása a következő: Budaörs-Dunaújváros, Szigetszentmiklós-Vác, Soroksár-Zalaegerszeg, Mezőkövesd-Siófok, Ajka-Balmazújváros, Gyirmót-Csákvár és Szeged-Szolnok. A Kisvárda-Sopron mérkőzés szombaton 13 órakor kezdődik a Várkerti pályán, a Kölcsey Televízió nézői pedig vasárnap 21 órától láthatják az összecsapást.